Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok a Tegyük a helyére sorozat következő, most következő alkalmán. Mai témánknak az a címe, hogy intés és vagy károsztatás, és hogy hol a határ. A válaszolók Lakatos Béla, Piszter Ervin és Fóris Attila, én pedig kérdezni szeretnék, nem azért, mert erről nincs véleményem, hanem ez a szerep jutott nekem. Mind a két dologról, az intéstől is, meg a kárhoztatásról is a Biblia igen határozott dolgokat állít. Az intést egy pozitív és jó dolognak állítja be az Isten igéje, a kárhoztatást pedig az Új Szövetség egyértelműen elveti. Jézus azt mondja, hogy nem kárhoztatok senkit, és a kárhoztatásnak a szolgálata az nem az Új Szövetség szolgálata. Igazából ez egy óriási nagy kérdés, hogy mégis az egyház történelemben, de a jelenkori, a mi eklézsiánkban is ez a téma, ez a kérdés mérhetetlen összecsúszott, nagyon sok problémát vet fel, hogy összekeveredik az intés a kárhoztatással, és ebből óriási bajok és problémák származtak, és jelenleg is származnak. Én először azt szeretném kérni majd tőletek, hogy próbáljuk tisztázni, hogy ki kicsoda, mi micsoda, mi a különbség, és utána próbáljuk a gyakorlati irányba vinni majd a beszélgetést. Amit én így kezdésként hozzátennék, hogy megnéztem a szótárban, hogy mi mit jelent. Az intés szó, a nuthesia, annak a jelentése figyelmeztetés okos érvekkel azért, hogy megakadályozza valami baj bekövetkezését. A másik kifejezés, amit használ, az a paedeia, fenyítés, a nevelő jellegű megütést jelenti ez a szó. És van egy harmadik kifejezés az intésre, arra az a parakaleo, azt mondja, hogy maga mellé hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre, megvigasztal és kérleli valaminek a megtételére. Hát ezt mondja, hogyha a szavakat megnézzük a bibliai szómagyarázó. Én meg azt kérdezném tőletek, hogy mi az az intés, és mi az a kárhoztatás? Ki szeretné kezdeni? Hát, hogy szeretném, vagy nem szeretném, akkor elkezdem. Kezd el, papa. Először is már az az érdekes, hogy így fölvetődik ez a két téma együtt. Ez is már arra enged következtetni, hogy van egy olyan bevett gyakorlat a kereszténységünkben, ahol összemosódnak a dolgok, például ez is, ahogy te is felvetetted. Kárhoztatni, kárhoztató ítéletet mondani, egyedül Istennek van joga, az Isten dönt élet és halál között. Ezt a jogot soha nem adta át az embernek, mégis elég népszerű, akár még mai napig is, hogy kárhozattal való fenyegetéssel próbálnak embereket jobb belátásra kényszeríteni hívők, akár vezetők, akár hívők egymást. Tehát ezt le kell szögeznünk, hogy ezt nem adta soha a kezünkbe az Isten. Ez a szolgálat nem a mi szolgálatunk. Nekünk nem, mint ahogy utaltál Jézusra, nem kárhoztatni kell az embereket, hanem megmenteni kell az embereket. Tehát én nekem az a véleményem, hogy ezt eleve törölnünk kéne valahogy a keresztény szótárunkból, ezt a kárhoztatás dolgot. Ha Jézus is egyébként elkötelezte magát erre, hogy nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartassék a világ általam. Az intéssel kapcsolatosan meg, hát ugye a Biblia is használ, Károly is próbálta visszaadni intés, feddés, dorgálás, amire te is utaltál. Ennek meg abszolút helye van, de én azért a Roma levélből idézném azt, hogy az intő szelídséggel művelje.
Tehát, hogyha nem párosul az intés egyszerűséggel, ha az intésnek tényleg nem a megjobbítás, nem a segítés, nem az értelmes és szeretetből fakadó rábeszélés a lényege, akkor az bizony nagyon sokszor nem megoldás, hanem inkább sérüléseket okoz. És ezt a sérüléseket hordozzuk és hordozzák a hívő emberek. Tehát az a meggyőződésem, hogy ahogy Jézus is mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ne kárhoztassatok, hogy ne kárhoztassatok, hogy ti is kárhoztassatok. Én azt gondolom, hogy nem mindenkinek, de ez nyilván majd visszatérünk erre a dologra, a feladata az, hogy ezt a szolgálatot végezzem. Már a kárhoztatás? Vagy nem, a kárhoztatást töröltük. Ugye azt mondtam, hogy azt töröljük a szolgálatot. Hogy összekeveredjenek a dolgok. Nem, azt töröljük, azt közünk nincs hozzá. Tehát nincs közünk eldönteni ezt a kérdést embereknek. Egyedül Istennek van joga ezt eldönteni, ezt a kérdést. Az ítéletről mondom, hogy az ítéletet sem mindenki tudja tenni. Mint apa a gyermekét inteni, és korrigálni, ezt sem tudja mindenki. Még gyakorló apaként sem mindig tudjuk ezt a helyén csinálni. Na így indulásnak is mondjátok ti is. Aztán... Attila? Igen, hát csatlakozom az Ervinhez. Nagyon jó a magyar nyelv, hiszen ezt a szót használja erre az ítélethozatalra, hogy kárhoztatás, amiben benne van a kárhozat kifejezés. Tehát alapvetően a kárhoztatás a Bibliában az azt jelenti, amikor valakiről megállapítjuk azt, hogy a pokolba megy, hogy nincs üdvössége, ezt is mondhatnánk. Tehát a károsztató ítéletnek a lényege az, hogy amikor valakiről kimondja azt, bárki is legyen az, hogy ez az ember pokol felé tart, hogy nincs üdvössége, és az intés ezzel szemben teljesen más. Van sajnos, attól függetlenül, hogy Jézus egyértelművé tette, hogy nem azért jött, hogy károsztassa a világot, vagy hogy az új fordítás mondja, nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy üdvözítse, megigazítse. Ezzel együtt van károsztatás bőségesen az egyházban, ez nem kérdés. Annak ellenére, hogy a római levél egyértelműen fogalmaz, hogy aki Krisztus Jézusban van, az ellen már nincsen érvényben semmilyen elmarasztaló ítélet. Tehát ezek megszűntek. Tényleg összemosódik az intés és a kárhoztatás, mert nagyon sok esetben, amikor intünk, akkor igazából figyelmen kívül hagyjuk ezt a tényt, hogy Jézus nem károsztatni jött. Aki Krisztusban van, az ellen már nincsen érvényben károsztató ítélet. És éppen ezért a figyelmeztetés az csak annak a talaján állhat meg, hogy tisztában vagyok azzal, hogy akit esetleg intek, vagy figyelmeztetek, ő egy megigazult ember. Az Istennek a gyereke, az Isten szemében szent, az Isten szemében tökéletes, és hogyha ebből a pozícióból indul ki az intés eleve, akkor teljesen más lesz a hatása, és máshogyan fog működni az intés önmagában. Ugye Ervin használta ezt a szót, hogy korrigálás. Nagyon sokszor, amikor intek, vagy figyelmeztetek, de nem akarok előre szaladni, ezt majd később bővebben kifejtem, egy elképesztő nagy bátorítás van ebben benne. Hiszen amikor én korrigálok valakit, akkor talán arra hívom fel a figyelmét, hogy ha ő Istennek a gyereke, és ő az, Istennek a gyermeke, egy megigazult ember, akkor az, amit éppen tesz, az nincs összhangban azzal, ami a valódi identitása. És nagyon érdekes egyébként, hogy említetted azt a kifejezést, ami a vigasztalással van összefüggésben. Például a Filippi levélnek a második részében szerepel így. Károly úgy mondja, hogy ha van szeretetből fakadó vigasztalás, az újabb fordítás azt mondja, hogy szeretetből fakadó figyelmeztetés. Szóval nagyon érdekes, hogy összességében véve a figyelmeztetés, az intés, az egy vigasztalás. Nagyon sokszor, amikor én is elkövetek hibákat, és olyan dolgokat teszek, ami nincs összhangban azzal az identitással, hogy én az Isten gyereke vagyok, hogy én megigazult vagyok, akkor sokszor vigasztalásra van szükségem. Mert én magam is nehezen dolgozom föl azt, ami történt. És a figyelmeztetésben, a korrigálásban, az intésben pontosan az van benne, hogy az identitásomban helyreállít. De ennyit csak előjáróban, aztán a többit majd később kifejtem. Béla? Bocsánat.
Hát mi igen, én is egyetértek az Ervinnel, illetve az Attilával abban, hogy az új szövetségben a károsztatás az delete, tehát ezt meg kell nyomni a delete gombot, és azt keresztényeknek el kell felejteni, hogy ez tényleg a szótárból ki kell törölni, mert az tulajdonképpen nem a mi hatáskörünk, és nem is arra lettünk elhívva, hogy károsztassuk egymást. Azt gondolom, hogy ez nem kérdés a mi köreinkben, de hát érdemes lenne ezt kiterjeszteni, ezt a látást. Ezt a látást, ezt a hitet, ezt a meggyőződést az egyházban. Hát talán most ez tehát ez egy erőtlen próbálkozásnak tűnik, de reméljük, hogy ez egy viccelődik. Szerintem nyilván azért is beszélünk erről. Leírtam egy definíciót az ítélkezésre, meg kicsit kibővíteném a térdét is felé, és aztán még az intést is, jó, hogyha nem baj. Az ítélkezés ítéletére. Ez egy jogi fogalom, ami egy elmarasztaló bírói döntés, határozott végzés egy vagy több személyre vonatkozóan, annak cselekedete szándéka miatt és következményeképpen. Tehát egy elmarasztaló ítélet, ez a károsztató ítélet. Illetve készítettem egy definíciót, vagyis tulajdonképpen az igéből, a görögből néztem én is vissza, hogy mit is jelent az intés az új szövetségben, és pont a zsidó 3.12, amit általában mindig szoktunk idézni, hogy akkor egymást inteni kell a bűnnel kapcsolatban, helyre kell rakni, és megnéztem, hogy mi az eredeti kifejezés. Azt mondja, zsidó 3.12, vigyázzatok testvéreim, hogyha valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen vagy gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Tehát ez egy elég rossz állapot, hogyha valakinek ilyen szinten megkeményedik a szíve, hogy szinte az Istennek a jelenlététől elidegenedik tulajdonképpen, azt mondja, hogy hanem intsétek, és ez a kifejezés azt jelenti, hogy felszólít, bátorít, buzdít, kér, könyörög, megvigasztal. Tehát és a kontextusra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt pontosan az a kontextus, hogy valaki bűnben él keresztényként, egy tudatos bűnben adott esetben, és te látod ennek az embernek az életét, hogy megy a szakadék széle felé, és akkor mi a megfelelő hozzáállás? Azt mondja, ezt mondom még egyszer a definíciót. Felszólít, bátorít, buzdít, kér, könyörög és megvigasztal. Ennyit szerettem volna csak egy előjáróban hozzátenni. Kicsit szeretném, hogyha közelebb mennénk ehhez a dologhoz. Tehát az intést, azt egy nagyon pozitív dologként említi a Szentírás. Ugyanis az arról szól, hogy valaki, akinek az élete valamiféle veszély felé tart, valami olyan dolog történik az életében, amit az Isten meg szeretne változtatni, és ennek az embernek a szeretettel való korrigálását jelenti, helyreállítását jelenti, azt, amit a Biblia intésnek nevez. Hát az egész egyház történelem arról szól, hogy az embereket folyamatosan Jézus Krisztusnak meg az Istennek a nevében azzal fenyegették, hogy az Isten meg fog haragudni rád, agyonver, démonizálódni fogsz, az ördög kezébe kerülsz, és elkárhozol. Na most amikor, és mindezt ugye azért, hogy el ne vesszen, ez volt ugye egészen odáig, hogy a mágiára küldték a delikvenseket, úgy megintették, hogy a mágiára kerüljön. Na most amikor az intés egy uralkodói attitűdből van, tehát nem a szeretetnek a helyreállítását az attitűdjéből, motivációjából történik, hanem azért, hogy én uralkodjak ő felette, és nem a cselekedetét ítélem meg, és hozom a világosságra, hanem a személyt akarja megfélemlíteni az intés, úgy gondolom, hogy akkor történik ez az összekeveredés. És én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tudott ez a dolog szerintetek ilyen mértékben félrecsúszni és összekeveredni, hogy én csak a saját életemben is, de az egyház történetemben is mérhetetlen mennyiségben látom azt, hogy emberek a legjobb szándékkal kárhoztatva intenek. Nagyon gyorsan csak reagálva rá, ugye most ünnepelik szerte a világban, az egyházban a reformációnak az 500. évfordulóját, aminek az egyik alap kijelentése az volt, hogy egyedül hitáltal van a megigazulás. És szerintem a problémát az okozza, amit felvetettél, hogy ezt az igazságot az egyház elveszítette, és ezt újból föl kell fedezni. Mert hogyha meg vagyunk gyökerezve ebben az alapvető kijelentésben, hogy hitből
megigazultunk, akkor ez a pozíció nem kérdés a szemünkben, bárkivel is ülünk le beszélni. Ugyanis, hogyha én leülök valakivel, egy megigazult emberrel, aki egyébként a hite által megigazult, Jézus Krisztus által megigazult, nem a saját cselekedeteiből, hanem a Krisztusba vetett hite által, akkor tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy Isten ezt az embert a bűneivel nem azonosítja. Bocsánat, csak pillanatot szeretnék közbeszólni. Ha most így ki tudnánk kérdezni azoknak, akik ezt majd nézik, hogy te saját magadról az a véleményed, hogy te igaz ember vagy, hogy te Isten téged igaz embernek lát, gondol, az az Isten véleményéről, milyen válaszokat kapnánk? Valószínűleg túlnyomó többségben bizonytalan válaszokat kapnánk, és ez azt gondolom, hogy azért van, mert ezt az alapvető igazságot sokkal hangsúlyosabban és sokkal nagyobb erővel kell hirdetnünk. Egyébként a Szent Szellemben maximális partnerünk, mert a Szent Szellemnek a szolgálata pontosan ez, hogy ránk bizonyítsa azt, hogy az Isten szemében igazak vagyunk, hogy ezt az identitásunkat megerősítse. Amikor a figyelmeztetés, az intés összekeveredik, tehát nem vagyunk ezzel az alapvető kijelentéssel tisztában, akkor amikor én leülök valakivel beszélgetni, akkor én őt azonosítom a bűnével. És ez nem egy vigasztalás, és ez nem egy helyreállítás, hanem ez kárhoztatás, és az akivel beszélek, nem azt fogja érezni, hogy felszabadul a bűnterhe alól, hanem még inkább azt a terhet ráteszem, hogy nem is tud változtatni rajta, bármennyire is igyekezne. Tehát visszajönnek a régi mechanizmusok, hogy gyakorlatilag a bűn ereje a törvény lesz, és csak lejjebb lököm ebben az állapotban, de nem adok neki kiutat. Ezért nagyon fontos, amit Pál mond a Filippi 2-ben, hogyha van szeretetből fakadó figyelmeztetés. A szeretet, ugye itt az agapé szeretetet használja, a feltétel nélküli szeretetet, tehát a figyelmeztetés az csak ebből indulhat ki, hogy van erről egy meggyőződésem, hogy azt az embert, akit én intek, akit én figyelmeztetek, az Isten feltétel nélkül szereti, elfogadta, a bűneivel nem azonosítja, hanem Jézus tette bűnni azért, hogy ő az Istennek az igazsága legyen, és én ebbe tudom őt helyreállítani, ebben az identitásában. És tudom arra figyelmeztetni, hogy figyelj, te nem ez az ember vagy. Te nem vagy parázna, te nem vagy, nem tudom, lusta, te nem vagy ilyen, olyan, amolyan, hanem te az Istennek a gyermeke vagy, és neked lenne méltóságod, neked lenne erőd, neked lenne jogod arra, hogy ne egy ilyen életet éljél. Bocsánat, akkor továbbadom a szót. Hát én csak nekem a Galáta levélét jött eszembe, hogy a Galáta levélben beszél Pál apostol, hogy ti, akik szellemiek vagytok, azok intjetek, azok korrigáljátok. Az Ervinnek az első gondolatához szeretnék hozzá csatlakozni, hogy én is úgy gondolom, hogy az intés nem mindenkinek a szolgálata. Hát egy családot, hogyha megnézzük, akkor nem a gyerekek szabják az értéket. Tehát nem a gyerekek intik a szülőket elsősorban, és illetve amikor a gyerekek próbálják egymást korrigálni, én is gyakorló szülő vagyok, akkor ez nem minden esetben éri el a célját, és abból általában káosz szokott kialakulni. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg ez egy nagyon speciális dolog, nagyon személyes dolog, nagyon szubjektív dolog az intés. Sőt, én odáig mentem, hogy én szerintem kifejezetten a Szent Szellemnek a segítségére van szükség. Ez tényleg a Szent Szellemnek a vezetése kell ebben, a segítség ebben. És nagyon sok szempont van. Például milyen motivál engem? Milyen motiváció? Amikor én intek. Benne van az irgalom, vagy nem? Én úgy is definiáltam a károsztatást magamban. Nem teljesen jó a definíció talán, lehet, hogy ki lehetne még egészíteni. Hogy az a korrekció, amiben nincsen benne az irgalom. Valami ilyesmi. Ide írkáltam még magamnak egy kérdést. Tisztában kellene motivációnkkal, szem előtt kell tartani az időzítést, hogy az a szituáció éppen alkalmas arra, hogy éppen szembesítsük azt az illetőt a hibájával, kompetensek vagyunk-e. Ez alatt azt írtam, hogy milyen a nexusunk azzal az emberrel, mennyire intima a kapcsolatunk, mert azért ahhoz, hogy én valakinek el tudjak mondani, rá tudjak mutatni a hibájára, mondjuk adott esetben egy komolyabb bűnre vagy egy dologra, ahhoz azért szerintem, hogy tényleg szeretettel és tisztelettel és érzékenységgel, körültekintően, ahhoz azért szerintem kell egy nexus, én úgy gondolom. Az érettségről ugye nem is beszélve. Ezt a Pál mondja a 2 Korintus 10:6-ban, bocsánat, csak igen. Azért, hogy ott mondja, hogy annyira intelek titeket, amennyire a ti engedelmességetek, tehát pontosan a kapcsolat, igen, megengedi, ezt el tudja hordozni. Igen. Hogy ne a mindenbe beleszólás ajándéka működjön.
Tulajdonképpen ennyi akkor, egyelőre. Szóval szerintem nagyon, ez egy nagyon speciális dolog, és nagyon összetett dolog. Tehát ez, nem, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon veszélyes csak úgy integetni egymást, meg korrigálni egymást, mert integetni úgy jó egymásnak, hogy azt inkább integessünk egymásnak. De én azt látom, hogy, figyelj, vannak olyan hívők például az Autonóm Gyülekezetben, akik egy pár évvel ezelőtt tértek meg itt az Autonóm Gyülekezetben, és én szolgálok felük. Évek óta építem a kapcsolatot velük, barátkozom velük, és az igazság, hogy ahhoz, hogy inteni tudjam őt ebben az értelemben, az el kell tenni egy-két évnek, hogy egyáltalán hogy rá tudjak neki mutatni valami olyan dologra az életébe, amiről tudom, hogy az nem lesz károsztató, és ami tudom, hogy tovább tudja. Tehát, hogy az ember nagyon-nagyon óvatos ebben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben nagyon mértéket kell tartani. És tényleg egy nagyon speciális dolog ez a szolgálat, én úgy gondolom. Amikor az intés károsztatóvá válik, akkor szerintem tipikusan a hatalommal való visszaélés esete forog fent, aminek pedig egy hamis elhívástudat lehet az alapja. Amikor azt gondolom, hogy meg kell védenem az Istent, meg kell védenem az Isten munkáját, meg kell valahogy rettentenem azt az embert, mert ha nem rettentem meg, akkor az Isten tőlem fogja számon kérni. És erre vannak szerintem félreértelmezett igehelyek is. Az Ezékiel is így van. És akkor ennek a tudata egy valakiben, most lehet ez vezető is, de lehet hívő a hívővel, akkor ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy ha ő ezt nem teszi meg, akkor ő is részesévé válik annak a bűnnek. Tudomásul kell vennünk, hogy az intés, amikor átmegy kárhozatban, akkor soha nem a Szent Szellem van mögötte, hanem egy emberi, mondhatnám testi, úgy is mondhatnám, hogy az egónak az erőlködése. És itt akkor nagyon-nagyon súlyossá válik a dolog, mert te is utaltál a mágiákra, meg az inkvizícióra, mindig az volt a szempont, hogy meg kell védeni az Istent, meg kell védeni az Isten munkáját, meg kell védeni a Bibliát, meg kell védeni a kereszténységet, meg kell védeni a mi gyülekezetünket. És akkor elindult egy olyan lavina, hogy ennek érdekébe szinte azt mondom, bármit meglát az inkvizícióban, bármit, de később is, hogy bármit megtehetünk. Nem tehetünk meg bármit. Ha Bibliát vesszük, és a Biblia szempontjait vesszük, akkor azt mondja Jézus, hogy az Atya senkit nem ítél el, hanem az ítéletet teljesen a fiúra bízta. A fiú azt mondja, hogy én nem ítélek el senkit, mert nem ezért jöttem. És akkor végül is az igére kerül a hangsúly, hogy majd az Istennek a beszéde fogja elválasztani a dolgokat. Én teljesen úgy hiszem, hogy ennek a félreértése okozza azt, hogy nem sikerült egy megteremteni azt az atmoszférát, amelyikben az intés nem megy túl egy olyan határon, ami nem mehet túl. A példát azért mondok, hogy értsétek, hogy értsük. Amikor a tékozló fiúnak a bátyja nem jön be a mulatságra, mert megduzzogott, meg volt bántodva, úgy gondolta, hogy ez egy... akkor azt mondja, hogy kiment az ő apja, és kérlelte őt. Tehát nem mondta, hogy mit jössz te, hát te ugyanolyan romlott vagy, bűnös vagy, hogy képzeled te, micsoda ízé, stb. Semmi, de semmi kárhoztatót nem mondott rá, hanem kérte. Kérlelte. És én azt gondolom, hogy ez az, amire utaltál a görög szó magyarázatokkal is, hogy ez inkább, sokkal inkább egy teljes szeretetből, amiről ugye beszéltetek ti is, meg már beszéltünk, egy teljes szeretetből való féltés, ami mögött semmi, de semmi elkárhoztató nincs, csak megmentő impulzus van mögötte. És ha nem sikerül, nem ért célt, akkor sem kárhoztatom. Hanem csak egyszerűen, tehát egy jobb utat ajánlok föl neki, ahelyett, amelyik rosszhoz vezet, de meghagyva a szabadságot. És még véletlenül sem mehetünk bele abba, hogy egy kározattal való mondjuk fenyegetés, vagy egy utalással, ami egy hívő ember számára a legnagyobb
legsúlyosabb elítélés. Hát az az a gomb, amit ha megtekernek, akkor... Ott mindenki kapitulál, mert mindenki talál egy kis bűnt, mindenki talál egy kis hiányosság, stb. Tehát nem mehetek ebbe bele. Tehát a papa nem azt mondta, hogy ha nem jössz be, akkor megvonom tőled az örökséget, ezt is azt csinálok veled, mert egyébként is, hogy képzelette, hogy fölülbírálod az én döntésemet, stb. És semmi, de semmilyen kérlelte. És ezben a kérelemben annyi szeretet és annyi atyaság és atyai érzés volt, ami azt jelentette, hogy és ha ezt nem tudja valaki tenni, akkor az jobb, ha nem mint. Igen. Ne piszkáljuk azt, amihez nem értünk. Igen. Nyilván, ha kérdés, majd rátérünk. Én most a kérdésre szerettem volna válaszolni. Egy kicsit a másik irányból szeretném most közelíteni, miközben teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy nem vezethet ez oda, hogy korruptakká válhat esetleg ennek ürügyén egy apa, egy vezető, egy közösségnek a vezetője a bűnnel. Tehát ez nem vezethet oda, provokatív a kérdésem. Nem baj, persze. Provokatív a kérdésem, mert a Biblia tele van figyelmeztetésekkel, hogy incsétek, amíg a rendetleneket, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel, incsétek egymást, hogy megnyekem, amit a Béla is idézett, a bűnnek a családsága által, szeliden incsétek az ellenünk, tehát az intés, a korrekció, a figyelmeztetés, a helyreállításnak ez a szolgálata, ez hangsúlyosan jelen van az Új Szövetségben. A kérdésem provokatíve direkt az, hogyha mi ezt az intés szolgálatából visszavonulunk azért, hogy nehogy kárhoztassunk, akkor nem lehet átcsúszni a ló másik oldalára is esetleg? Szerintem pont abban az esetben, amit ugye az Ervin nagyon jól megfogalmazott, merül fel a korrupciónak a gyanúja meg az esélye, tehát amikor én valakivel leülök és úgymond intem és figyelmeztetem, akkor kialakulhat az a két pozíció, hogy te vagy a bűnös, akinek problémáid vannak, és én vagyok az, akinek nekem egyébként ez nem jelent problémát. És már is kialakul az, hogy én föléd kerülök, és elkezdem a tekintélyemet, ez egy hamis tekintély, veled szemben érvényesíteni, ugyanis nagyon érdekes, hogy a gyakornál is azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy te ide jössz hozzám bűnvallásra, és Jónásra. Akkor elmondod azt, hogy mi nyomja a lelkedet, de egyébként én meg abban a pozícióban vagyok, mint aki tökéletes. Én egyszer voltam valakinél egy nagyon őszinte beszélgetésen, mondhatnánk azt is, hogy bűnvalláson, és nagyon felszabadító volt, hogy ami nekem probléma volt, hasonló jellegű dolgokat az illető nagy tekintély mondta, hogy hát neki is volt egy hasonló probléma az életében, ilyen, így és úgy és amúgy. És ez hihetetlen felszabadító volt. Nekem az ő tekintélye nem, hogy kisebb lett volna a szememben, hanem megnőtt. És ezt én is szeretem megtenni, nem azért, hogy most korruptá váljak, hogy te is loptál, semmi gond, én is loptam, figyelj, te is valamesélj, lopjunk együtt, mostantól kezdve, hanem pont azt a pozíciómat fejezem ki ezzel a másik felé, hogy engem is az Isten igazított meg. Te is kegyelemről. És én is kegyelemből élek, és te is kegyelemből élsz, és ebben benne van az az erő, ami felszabadítja a másikat, egyrészt a károsztatás alól, másrésztről pedig megadja neki az esélyt arra, hogy abból a problémából tényleg kijöjjön. És hogy máshogyan tudjon élni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a korrupciónak a lehetősége pontosan abban van benne, hogy kialakul ez az én igaz vagyok, te pedig csak küzdesz az igazságért hozzáállás. És úgy gondolom, hogy sokkal inkább az a probléma, hogy az ítélkezés, tehát a törvénykezés, meg a károsztatás, az jellemző inkább az egyháza, mint az, hogy a vezetők részéről, vagy pásztorok részéről, vagy a szolgálótestvérek részéről, vagy a kicsit érettebbek részéről, a kisebbek felé, hogy a károsztatás, meg az ítélkezés is. Sőt, én odáig mentem, hogy szerintem ez konzerválódott a kereszténységben. És én azt látom, hogy Jézus beszél ott a farizeusoknak, hogy értsétek meg, hogyha megértették volna, hogy én mit akarok, hogy én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor nem károsztattátok volna az ártatlanokat. És én azt látom, hogy a kereszténység egyszerűen nem tanulta meg ezt. Mind a mai napig nem értettem meg, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmasságot akar. És érdemes egyébként definiálni az irgalmasságot is, mert az irgalmasság benne van az intésben. És én valahogy úgy definiáltam az irgalmasságot, hogy
hogy az a fajta hozzáállás, amikor valakinek az életében látsz egy problémát, függetlenül az állapotától, a helyzetétől, a motivációjától, te nem tudsz elmenni a problémája mellett, és a lehetőségeidhez képest mindent megteszel annak érdekében, hogy, hogy az ember megszabaduljon abból a helyzetből. Hát a szamaritánusnak a példázata valami ilyesmi, tehát egyszerűen az ember nem tudott elmenni. Nem azzal volt el, nem azzal foglalkozott, hogy ez most miért keveredett oda, miért verték meg. Úgy kell neki. Tehát az irgalmasság az olyan, hogy nem ezzel foglalkozik. Az irgalmasságából szült bennünket Isten újjá. Tulajdonképpen. Tehát Isten nem érdekelte az, hogy bennünket mi motivált egész életünkbe. Nem érdekelte az, hogy átkoztuk az Istent, hogy miért kerültünk a nyomorult helyzetbe, miért csináltunk annyi gonoszságot. Nem foglalkozott a motivációinkkal se. És a kereszténységben az a nagy probléma, amikor az intésről van szó, vagy az ilyen típusú szituációk, hogy ugye ahhoz szoktunk hozzá, hogy hát igen, ő azért azt csinálta, hogy mert ő egy ilyen ember, és azért keveredett ebbe a helyzetbe, mert hogy stb. Tehát és akkor megmagyarázzuk azt, hogy hát tulajdonképpen megérdemelte, és hát majd meglátjuk, majd az Úr majd megszabadítja, és akkor, szóval értitek, az igazság, hogy amikor mi szembesülünk a másik embernek a bűnével, a hibájával, látunk egy bűnt, akkor arra nekünk valahogy reagálni kell. És hogyha nem tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy irgalom, könyörület, ha nem tanítottak meg bennünket arra keresztényként, akkor valahogy reagálnunk kell rá, és akkor jön az ítélkezés, akkor jön a károsztatás. Mert valahogy nekünk kezelni kell azt a helyzetet. Reagálunk rá, mert nem tudom, megyünk el mellette, hívők vagyunk, Isten szent, hiszünk az igazságban, szeretjük az igazságot. És én azt látom, hogy azért van ennyi károsztatás az egyházban, nem azért, mert nem tudnának a keresztények szeretni, vagy könyörülni, mert nem tanulták meg, mi az irgalmasság. Nem értették meg az irgalmasságot. És ezért így reagálnak, így reagálunk egymás bűnére, magamat is beleértve, hogy károsztatunk és ítélkezünk. Mi volt az alapkérdés? Manipuláció, vagy nem a korrupció? Hát az, hogy ha mi az intés szolgálatába, a jó értelembe vett intés szolgálatába nem állunk bele, hanem csak azt hangsúlyozzuk, hogy ne kárhoztassunk, nem vezethet-e ez oda, hogy a bűn felé megengedőekké válunk, és nem intjük az embereket, nem korrigáljuk szeretettel, hanem elnézzük csendben, hogy belecsúsznak a különböző csapdákba, meg mindenféle. Nagyon értelmes és jó hozzászólások, nem azért kérdeztem vissza, mert pontosan azért, mert nagyon jó hozzászólások és nagyon sok felé vezető hozzászólások voltak. Igen, én azt gondolom, hogy mindig is az volt a hamis elnyívás tudatnak a lényege, hogy én vagyok az az ember, aki el tudom dönteni azt, hogy ki megy a bűn útján, és ki nem megy a bűn útján, és ki hogy van, és mint van. Megint Jézust kell, hogy idézzük, és azt kell, hogy lássuk, hogy az ő szolgálatában olyan szinten tudta képviselni az Isten emberek felé való szeretetét és irgalmasságát, és hogy megindult az embereken, hogy az emberek nem azért tértek meg, mert a pokol összes kénkövével megfenyegette őket, hanem azért tértek meg, és azért változtatni, és rajongtak érte, és szerették az emberek, mert képes volt egy mondatával, mint az Zákeusnak odaszólt, hogy ma nekem a házadnál kell lennem, azzal az egész élete lepergett előtt, hogy milyen gonoszságokat csinált, milyen ember volt ő valójában, és igazából én azt gondolom, hogy az végezze, ugye az intő a szelítségbe tegye, vagy úgy intelek benneteket, mint az atya az ő gyermekét. Tehát, hogyha ez elcsúszik, akkor az intés minden esetben kárhoztatóvá válik. És hogyha kárhoztatóvá válik az ítélet, akkor nincs a helyén. Tehát visszatérve, megint ugye jön az öreg régi lemez, hogy ha én látom a saját gyerekemnél is, hogy a rossznak az útján van, akkor nyilván megmondom neki. Abból ő mindig azt fogja kiérezni, hogy ez szeretetből mondom, nem azért, mert meg akarnám a gyermekségétől fosztani, vagy meg akarnám bármitől őt fosztani, vagy bármire determinálni, hanem azt érzi belőle, hogy szeretetből teszem, és nem minden esetben fogják ezt megtenni, azt, amit kér és mond neki a szülő, de mégis egy esélyem van rá. Általában a mindenféle fenyegetéssel való intésnek
az eredménye a lázadás, a fellázadás. Tehát azt mondja, hogy nem érdekelsz, elmegyek, kimegyek a látó meződön kívül, és azt csinálok egyébként, amit akarok. Tehát teljesen kontraszelektívvé válik az irgalmatlan, vagy az ilyen testi erőfeszítésből vett intés. És én is tudok, és én is látok, hívők egymás között is, hogy amit mi inkább úgy mondok, hogy beszólás. Tehát a beszólás, hogy beszólok neki, mert látom, hogy kiment és rágyújtott a gyülekezeti házi épület háta mögött, na majd én beszólok neki, ez nem az intés. És ez mögött semmi más nincs, mint hogy odébb fog menni két utcasarokkal, és ott fog rágyújtani. De csak azért, és akkor is még, ő benne még több szellemi van, hogy ne botránkoztassa meg a drága beszólós hívőt. De két dolgot szeretnék hozzáfűzni, teljesen egyetértve egyébként, hogy mindenkivel egyetértve. Amit ugye Béla is feszegetett, Ervin is feszegetett, hogy nem mindenki van abban a helyzetben, hogy tudjon inteni. Ervin sokat beszélt erről az elmúlt időszakban, és maximálisan egyetértek, hogy mi a különbség a szellemi és a testi ember között, és az az ember, aki a figyelmeztetést és az intést és a károsztatást összekeveri, meg összemossa, az gyakorlatilag testi módon gondolkodik. Tehát nem abból indul ki, hogy az a másik ember, akivel én beszélek, az Isten szemében igaz. És ez a pozíciója. Pál azt mondja, hogy ő hozott egy döntést, hogy nem akar ismerni senkit sem test szerint. És ez a fajta gondolkodásmód, ami így kiábrázolódik bennünk a Krisztus, ez szerintem idő. Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. És ugye azt mondja, hogy aki int, az szelídsége nincsen. De ehhez el kell jutnom abba a pozícióba, hogy az Isten szeretete tényleg annyira túlcsordul bennem, hogy fölül tudok emelkedni azon, hogy a másik mit csinált rosszul, még akár akkor is, Uram, bocsá, hogyha velem szemben követett el valami vétséget, és fölül tudok ezen ami emelkedni. Ami nem egy könnyű dolog, olykor. Ami nem egy könnyű dolog, igen. De ehhez kell az érettség, mert aki megfelelően érett, az, ugye ezt mondtam valahol az elmúlt időszakban az ezzel kapcsolatos kialakult véleményemet, hogy egy szolgáló bárhonnan jön, és bármekkora csoda megtörténhet rajta keresztül, hogyha nem érzem rajta, hogy ő megismerte azt a Krisztust, akit én is megismertem, aki teli van szeretettel, teli van szerítséggel, én abban a pillanatban lefagyok. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy valakivel kapcsolatba kerülök, és elkezdek szorongani, félni, nem tudok neki megfelelni, mindig csak azt érzem, hogy ő sokkal jobb, sokkal szentebb, sokkal tökéletesebb, akkor megmondom őszintén, hogy az az ember számomra nem hiteles. Mert én Isten részéről azt tapasztaltam, hogy ő bátorít, hogy ő felemel, hogy nem azonosít a bűneimmel, hogy teljesen másképpen gondolkodik rólam. Ugyanakkor, amit ugye föltettél kérdést, hogy akkor most korruptak leszünk, nem leszünk korruptak, hogy van ez a dolog. Szerintem, mivel az egyházban a kárhoztatás nagyon túl lett tolva. Pontosan azért, mert az emberek egyszerűen a rengeteg hamis tanítás miatt elszakadtak az Istennek a szeretetétől. Ezért, ahogy elkezdtük felfedezni az Istennek a szeretetét, és mivel nem tudtuk szétválasztani a figyelmeztetést és a károsztatást, vele együtt a figyelmeztetést és a károsztatással együtt kidobtuk a kukába, holott azt mondja a Biblia, hogy ha nincs fenyítés, akkor fattyak vagyunk és nem fiak. De itt is arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy fiú vagyok, hogy fiú a másik, hogy az Isten gyereke, és amikor én oda leülök vele is, figyelmeztetem, vagy engem figyelmeztetnek, és azt mondják, hogy Attila, figyelj, hát te az Isten gyereke vagy. Hát sokkal, sokkal nagyobb lettél elhívva, hát sokkal nagyobb a perspektíva előtted. Hát neked nem kéne ezzel a bűnnel közösséget vállalni, hát neked a pozíciót sokkal magasabb helyen van, mint amiben most te benne élsz, akkor ez a figyelmeztetés összességében véve, akárhogy is nézem, ez egy vigasztalás lesz, és ez egy bátorítás lesz, ami megerősít az új identitásomban, és egy valódi győzelmet ad nekem a bűnökkel szemben, mert a károsztatással összefonódott, összemosodott figyelmeztetés csak arra lesz jó, hogy figyelmeztet arra, hogy egy tróger vagyok. Szembesít a bűneimmel, amit én magam is egyébként valahol a szívem mélyén valószínűleg érzek. De a kiutat nem mutatja meg. És nem, mire mentem vele? Nem mentem vele semmire, csak arra mentem vele, hogy még jobban összemegyek,
még szerencsétlenebbnek érzem magamat, a bűntudatomat még jobban felerősíti, még jobban azonosít engem magamat a bűnnel, és még inkább úgy érzem magam, hogy totál kiszolgáltatott vagyok, és most hiányzott nekem ez a figyelmeztetés, mint a púpa hátamra. Tulajdonképpen azt állítja ilyenkor ez az atyafi, hogy én, vagy te, vagy az, akivel beszél, az igazából nem egy új teremtés, hanem még mindig a régi, még mindig az a megváltatlan, még mindig az a bűnös, még mindig az a természet működik benne. Ez, amit idéztél a zsidó levélnek a 12. fejezetéből, ugye mondja ott a szerző, hogy Isten az, aki fenyít bennünket, int bennünket, és hogy erről ne feledkezzünk el, hogy az Isten ezt azért teszi, hogy az ő szentségéből részesítsen bennünket. És amikor a fenyítés történik, tehát amikor ez a fajta szembesítés történik, ez először nem látszik kellemesnek, de pontosan a szeretet, meg a bizalomnak az atmoszférája, ami körülveszi, azt teszi ezt az intést elfogadhatóvá. Igen. Ezt teszi, hogy fel tudja az ember dolgozni, mert, és hát ugye, hát tele van a kereszténység, meg tele vannak a gyülekezetek, ahol versenyt futnak az emberek, hogy ki a szentebb, ki a keresztényebb, ki az, aki, és egymást nyakra főre intik. Mondok egy példát, akkor eltört egy hölgynek a keze, akkor azzal a vigasztalással intették őt, hogy meg van írva, hogy az igaznak egy csontja se töretik el. Hát innentől ő levonhatta a következtetést, hogy ő most milyen pozícióban van. Most ez nem, és úgy gondolom, igazatok van, én is így gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, amit most a Szentlélek akar hangsúlyozni, hogy az intés a megjobbításra vonatkozik, nem pedig az elítélésre vonatkozik. Sőt, azt mondjuk, hogy vigasztalás, bátorítás, ez volt a definíció. Az intés az egy pozitív és jó dolog. Igen. Még a pillanatnyilag nem is látszik néha örvendetesnek. Igen, és a vezetőknek ilyen módon ezt a szolgálatot végezniük kell, mint hogy az apáknak, szülőknek, a családjaikban kell ezt végezni. Tehát, hogyha én oda megyek és a fejére olvasom a feleségemnek, vagy a gyerekeimnek, vagy a testvéremnek, hogy mi minden korrigálni valót látok a te jellemedben, karakteredben, életviteledben és így továbbodban, hát ez semmi egyebet nem eredményez, mint hogy kontraproduktív, megutál engem is, és azt mondja, hogy bárhol, csak ott nem szeretnék lenni, ahol én róla mindig azt mondják el, hogy miért nem vagyok jó. Igen, az Attilához csatlakozok, és a te gondolatod is felé az intéssel kapcsolatban, azt mondja, hogy az atya inti bennünket, mint az ő fiai. Tehát nagyon érdekes a kontextus, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy először is a fiúságba helyezve úgy intéged, hogy te a fia vagy. Egyrészt ez a kiinduló pont, ez a bemenet, a kimenet is ugyanez. Az atyának az intése, az téged a fiúságban erősít meg minden helyzetben. Sohasem bizonytalanít el téged abban, hogy te Isten fia vagy is, hogy meg vagy igazulva. Na most, hogy mi erre képesek vagyunk, és úgy tudjuk egymást inteni, figyelmeztetni, korrigálni, akkor csináljuk, akkor tegyük. Van az intésnek másféle módja is, én azt látom, azt tapasztalom, hogy nem feltétlenül kell nekünk a pulpitusról, amikor én úgy álltam ki ígért hirdetni, hogy most én kihoztam a gyülekezetet is megintem, mert Jó beszólok nekik, általában mindig belát a földbe, és mindig kontraproduktív lett, és nem tudtam ráhangolódni a Szent Szellemre. De amikor úgy álltam ki a gyülekezet elé, hogy én vigasztalni, bátorítani akarom a gyülekezetet, akkor viszont rengeteg visszajelzést kaptam mindig, hogy szólt hozzám az Úr, hogy mit tudom én, volt probléma. Ez egyik dolog, hogy tényleg, amikor mi ráról állunk arra, hogy intünk, akkor általában az nem sikerül. Van még egy olyan szituáció és helyzet is, hogy sokszor nem kell nekünk. Figyelj, együtt vagyunk, szentek közössége, és sokszor elég az, hogy az ember bemegy a gyülekezetbe. És tudja, hogy mi van. Hogy ott van ez a közösség, az az atmoszféra, az megméri az embernek a szívét. És már az segít abba az embernek, hogy újra gondolja. Segít, vagy rosszabb esetben, hogy a károsztató légkör van, hogy azonnal az ember. Jó, most akkor induljunk ki abból, hogy egy jó légkör van. Tehát, hogy az Úr ott van közöttünk. Tehát az Istennek gondja van azért ezekre. Tehát, hogy szóval ennyi. Én szeretnék egy dolgot, hogy ki szerintem, nem kell feltétlenül elfogadni, hogy szerintem ki alkalmas az intésre. Vagy azzal kezdem, hogy ki nem. Aki megbotránkozik egy bűnös cselekedeten, az nem alkalmas az intésre. Ő már akkor nem szeretetből fogja tenni, hanem egy
egy sértettségből, egy megsértettségből, mert úgy érzi, hogy ő most megbántották azzal a dologgal, amit tettek. Ahhoz, hogy én inteni tudjak, ahhoz nekem olyan szinten kell hitben látnom azt a szemét, és hát persze, ugye mert nagyon elhangzott, hogy ez nagyon sok tanítástól, nagyon sok mindentől függ, de olyan hitben kell látni a szemét, hogy soha ne engedjem azt, hogy engem megbotránkoztasson. Mert ha én nem botránkozok meg, akkor nem zökkenek ki az erősségemből. Amikor megbotránkozok, akkor már nem az vagyok, aki objektíven mit tud. Mit értesz pontosan ebben a megbotránkozásban? Azt értem, hogy megbotránkozás, és rágyújt valaki a cigét, és akkor, hogy lehet ilyet csinálni, hogy ez 20 éves keresztény, és még mindig cigizik, hát én oda megyek, és most megmondom neki. Hát vagy amikor valaki jön bűnvallásra, és akkor... Igen, és az, ez homoszexuális, hogy ez az ember, hát erről aztán nem gondolt. Amikor, na jó, rajtad már az Isten se segít. Tehát, és ezért van, és Pál nem véletlenül mondja, hogy úgy éljünk, és úgy járjunk, hogy ne botránkoztassuk meg egymást, erről Jézus is beszél, de azt mondja, hogy jaj azoknak, akik megbotránkoznak. Érted? Tehát mindenképpen az az ember, az nem a fiúságában, nem az identitásában erős, hanem az kizökken abból, és abban a pillanatban, hogy kizökken, nem alkalmas arra, hogy korrigáljon valakit. Mert ebből az attitűdből nem lehet korrigálni. A szeretetből, a könyörületességből, irgalmasságból lehet korrigálni. És akkor lehet azt elérni egy embernél, hogy ez a korrekció, ez nem a halálát okozza, hanem a megmenekülését okozza. Tehát lehet úgy korrigálni, lehet úgy műteni egy embert, hogy kivágom belőle a mindent, és utána gyakorlatilag az igazat mondtam meg neki, csak a tényeket közöltem, mert szembesítettem őt azzal, hogy mi az igazság. Így van, és akkor utána csodálkozik rajta, hogy belehal a beteg, de a beteg testrészt eltávolítottuk. Igen. De nem ez a cél. Az a cél, hogy úgy távolítsuk el azt, ami be ő van, hogy ezt meg tudjuk szeretetből. És megmondom, abból a pozícióból... Mondtad, hogy vannak még feltételei a intésnek, hogy hogyan? Hát például az egyik az, hogy Jézus könyörületességre indult az emberek iránt. Tehát ezt a könyörületes szív hiányában ne intsen az ember. Tehát ha én nem tudok együtt érezni vele, nem tudok, most ugye furcsa dolog, de Jézus magára vette a bűneinket. Jézus bűnné lett, azonosult az emberrel a bűnösségében. Ő sírt Jeruzsálem fölött, amikor a Jeruzsálem a legnagyobb árulás szakaszában volt. Tehát nem azt mondta, hogy na, most akkor kész, végetek, mert hanem sír Jeruzsálem fölött, és azért sír, mert nem látta meg a meglátogatásnak. Tehát ott volt egy könyörületes szív benne, még akkor is, amikor tényleg, akkor, mint apa a gyerekét, ugye többször idéztük már, mint apa a gyermekét. És melyik apa az, amelyik úgy inti a gyermekét, hogy úgy korrigálja a gyerekét? Hát persze van ilyen, tudom, hogy az elkárhoztató legyen az ő számán. Mert abban a pillanatban mindegyikünk, amikor túllépjük az apaságból, tehát a apa-fiú vagy az apa-gyerek viszonyt, abban a pillanatban mi nem a helyünkön vagyunk, mi akkor nem apák vagyunk. Hát bizony. Akkor nem apák vagyunk, akkor pont az apaságunkat tapostuk meg. Tehát például az apaság, a szeretetből való intés, hát le van írva a Bibliában, tehát ezek nagyon komoly dolgok ahhoz, hogy az ember vegye magának azt a bátorságot, hogy tényleg korrigáljon. Igen. Vagy nincsen. Ahhoz még csatlakozom, amit Béla mondott a károsztató prédikációval kapcsolatosan, hogy azért van annak egy múló gyönyörűsége, amikor az ember úgy érzi, hogy jól megmondta. Jól lenyomtam őket. De ugye önmagában az ember feltehetően, aki így nyilatkozik, az szintén át van itatódva a károsztatásnak a lelkületével. Mert hogy szoktuk mondani, hogy legalább addig felmentve érzem magamat, amíg abban a pozícióban vagyok, hogy én megmondom a másiknak, hogy mi a frankó. De ami sajnos azzal együtt, hogy a Béla azt mondta, hogy ő azt szereti, amikor bátorítani tud és fölemelni az üzenetben, és ez mindig hatékonyabb, sajnos azért elég nagy kultúrája van ennek a keresztények között is, és sajnos egyrészt nem csak a prédikátorok csúsznak bele ebbe gyakran, ebbe a hibába, hanem,
hanem néha úgy lehet érezni, mintha a keresztények is igényelnék, hogy lenne egyfajta ilyen keresztény mazoizmus, tehát hogy valaki mondja már meg. Valaki mondja meg, üssön már ide, hadd fájjon. Igen. És ez azért van, mert nem értik meg, tehát nincs egy világos kijelentése a hívőknek, mert nincs erről prédikálva nekik, hogy mit jelent az az áldozat, amit Jézus hozott, hogy mit jelent az, hogy ő vett el az ítéletet. Igen. És az emberek nagyon sokszor vezekelni akarnak, szenvedni akarnak, hogy legalább valaki most megmondta, most legalább fáj, most legalább rosszul érzem magam, és akkor ezzel akarják gyógyítgatni azt a kárhoztatást, ami rajtuk van, ami alól csak azt fogja őket felszabadítani, ha elmondjuk nekik, hogy figyelj, igen, amit tettél, az nem jó, de annak az ítélete ott volt Jézus Krisztuson, és el van intézve, és az adós levél meg lett semmisítve, és nyugodj meg, semmi probléma nincsen. Szóval ez csak azért mondom, hogy ez tetten érhető nagyon, hogy sokan igénylik ezt a fajta... Sőt, ennek a legaranyosabb formája, amikor a pásztorhoz oda megy a valaki, és mondja, hogy te képzeld el, maradjunk most az egyszerűség kedvére a cigarettánál, képzeld el, látom, hogy ő cigarettázik, meg kéne már intened, hát mégis te vagy a pásztor, hát vedd már észre, hát te nem látod, hogy cigarettázik, hát akkor intsed már meg, de akkor én majd besegítek neked, és akkor ilyen aranyosan, ilyen nagyon kegyesen, ilyen nagyon szeretettel, nagyon kárhoztatóan elmondják, hogy azért ezt neked már észre kellett volna venned, és neked már meg kellett volna őt régen inteni. Tehát ezt felejtsétek el. Ez egy életre felejtsük el, hogy ezek az ilyen társítások, mert emögött sincs semmi más, mint az, hogy ő egyébként nagyon kárhoztatná, csak nem akarja megcsinálni, ezért kiadja neked Gebinbe, hogy csináld meg te. Gebinbe. Csak, hogy az Ervin mondott valamit, hogy megbotránkozik az ember a bűnön, és tényleg azok addig botránkozik meg az ember a másiknak a bűnén, amíg nem érti meg azt, hogy a bűn félre lett téve. Tehát, hogy nem ért. Hogy az az ember ennek nem a ért, bűnnek a szenvedés. Hogy ez ellen tulajdonképpen lehetetlen helyzetben már. Van. Igen. Tehát a boldogtalanságának a túlcsordulása. Igen. Az, hogy ő éppen ebben az állapotban van. Igen. És nem bosszúállásra van szüksége, és nem arra, hogy agyonverjék miatt, hanem hogy felemeljék. De szeretnék kérdezni, az idő nagyon rohan. Két kérdésem is lenne. Az első kérdés az lenne, hogy egyszerre csak egyet kérünk föl. Igen, ezt meg fogjuk. Hogy legyetek kedvesek, mondjatok személyes példát. Amikor titeket intettek, vagy amikor ti intettetek. Ez lehet pozitív is, negatív is, ahogy jól esik. Konkrét személyes sztorit szeretnék kérni. Nekem volt olyan, hogy egy olyan emberen keresztül intett meg engem az Úr, szólt hozzám az Úr, hogy hozzak döntéseket, aki nem is volt megtérve, és a Bibliára hivatkozott. Mondott egy igehelyet nekem, hogy jó, olvasd ezt az igehelyet, de teljesen más kontextusban. Hogy olvasott, olvassám ő a Bibliát, és olvasta, amit tudom én, melyik igét, és hogy ahogy olvasta nekem mondta nekem ezt az igét, éreztem, hogy az Úr hozzám szól, és hogy azon a területen, tehát ebben a szituációban, amilyen vagyok, nekem döntenem kell. És ez már nem is egyszer fordult elő egyébként. És mi lett az eredmény? Hát meghoztam a magam döntését. Megkönnyebbültem. De nem volt károsztató. Igen. Azt érzem, hogy Isten így ki akar lökni engem a gödörből. Észrevetted, hogy az Isten szólt. Halálmúlt, és így ki. Nem éreztél emberi indulatot, hogy uralkodni akar rajtad. Valószín. És az embernek fogalma nem volt arról, hogy most mit csinál tulajdonképpen. Én jövök? Jó. Nekem mindegy. Mondok egyet. Ez most... civil kontextusban lesz, tehát, hogy semmi köze nem lesz az egyházhoz. De nagyon jó példa, amikor általános iskolás voltam még, és zenéltem, és nagyon tehetséges voltam állítólag, ugye aztán később zenei pályára is mentem. Hát már akkor szembesülni kellett, hogy a tehetség önmagában nem elég, és szorgalomból viszont meglehetősen szűkmarkúan mértek a számomra. Magyarul lusta voltam. És szerettem az Attilának ezeket a sztoriait, hogy tele van az intőm, meg az izény. Igen, tehát lusta voltam, és hát nyilván a hegedű tanárom nem volt ettől boldog, mert volt egy tehetséges, ám de lusta tanítványa. És mai napig emlékezetes marad, hogy egyszer elmentem hozzá egy külön órára, és annyit mondott, hogy Attila, lesz egy hegedű verseny.
és te annyira tehetséges vagy, és neked ezen a versenyen el kéne indulni. És te simán itt jó eredményeket tudnál elérni. És ha oda teszed magad, akkor nagyon ügyes leszel, és hogy szerintem induljunk el, benevezlek erre a versenyre. És nagyon érdekes volt, hogy hazamentem, és anélkül, hogy bárki hajtott volna, estig gyakoroltam, lesetettem a hangszert, és ott volt bennem egy lelkesedés, csak egyszerűen azért, mert ez a tanár kifejezte a tehetségembe vetett hitét. Tehát nem a lustaságommal azonosított, hanem a tehetségemmel azonosított. És megjelölt előttem egy célt, és nagyon érdekes, hogy ugye azt mondja a Pál, hogy ha a Szent Szellemnek engedtek, akkor a test kívánságait nem fogjátok teljesíteni. És ezt mondom, nem egy tipikus szellemi esemény volt az életemben, ugyanakkor meg hihetetlenül tanulságos, mert én ezt egy nagyon-nagyon jó hozzáállásnak találom, és akkor, amikor valaki egy bűnnel küzd, vagy problémával küzd, nagyon fontos, hogy lássa maga előtt azt a perspektívát, amit Jakab mond, hogy figyelj, odamész a tükörbe. Én a tükröt oda tartom az emberek elé, a tükröt nem úgy kell elé tartanom, hogy na nézd meg, ennyire mocskos undok állat vagy, hanem oda tartom elé a tükröt, hogy te nézd meg, egy igaz ember vagy. Tehát az Isten gyereke vagy. Az Isten szeret téged, az Isten rajong érted, az Isten gyönyörködik benned. És amikor ő ezt megismeri, oda tudom ezt a tükröt úgy tartani elé, elmegy, megcselekszi, nem felejti el, amit látott, és boldog lesz. Boldog lesz a cselekedeteiben. Én a személyes életemben, ha a negatív kárhoztató ítéletről mondanék példát, akkor úgy holnap estig körülbelül lehetne mondani. Pár hetes keresztényként már szembe találtam magam azzal, hogy ez, amit te csinálsz, ez az ördögtől van, és ha ezt csináld, akkor el fogsz kárhozni. Úgyhogy ebben azért nem mennék bele ebbe a részébe, hát ezt mindnyáján ismerjük, szerintem mindegyik köteteket tudna erről mondani. Amiről beszéltünk idáig, sajnos az jelen van az egyházban, és az elmúlt időben sokkal inkább jelen volt. Amikor a nagy kenetű pásztor felesége üvölti a telefonba, hogy ezek mind a pokolba fognak kerülni, na és akkor nem ragozom tovább. A pozitívra pedig egy nagyon érdekes az én személyes tapasztalatom, és nem mondom, hogy minden esetben ezt meg tudom tenni másokkal. Engem mindig úgy intettek meg pozitívan, hogy nem tudta az intő, hogy éppen megintett. Nem egyszerűen csak beszélt hozzám, és az úr közben helyére tett engem. Szívetre szólt. Tehát, és vagy megmondtam, vagy nem mondtam meg, mert nem ez a kérdés ő neki, hogy ő most tudja, hogy ő engem megintett, vagy nem intett meg, hanem csak azt vettem észre, hogy ez az ember tele van felém szeretettel, elkötelezettséggel, satöbbivel, és ebből a beszélgetésből, és szerintem ez kellene, hogy a pásztorolás legyen, de most nem akarok idegen vizekre elvezni. Ez kellene, hogy legyen, hogy és szerintem az Isten pontosan így csinálja, hogy az Isten látja azt, hogy mi mondjuk megyünk egy rossz irányba, akkor nem jön egy hadsereggel és megállít bennünket, és a pokol összes tüzével megfenyeget, hanem egyszerűen úgy intézi a dolgokat, akár még a szakadékot is áttolja egy kicsit, vagy bármi, csak azért, hogy megmentsen, megtartson, és sokszor ezt szinte észre se vesszük, és egyszerűen csak azt látjuk, hogy megmenekültünk. Tehát én azt gondolom, hogy az intés, az intés, ami így tud inteni, hogy a másik nem kisebb rendűnek, hát renget, amiről beszéltünk, nem kisebb rendűnek, nem elvetetnek, nem kárhoztatottnak, nem elítéltnek érzi magát, hanem csak egyszerűen azt érzi, hogy hú, tényleg, hát egyszerűen, de hülye vagyok, hát ezt csinálhatom sokkal jobban. Hát az Isten mennyivel jobb utat jelölt ki, mint ez ennek az útján. Ilyenkor az ember átéri azt, hogy megintette úgy az Isten, hogy abból jó és áldás jött ki, és ez szerintem Jézusnak ez volt a szolgálat. Egy mondatot, Attilám. De egyébként, ha megnézzük az Új Szövetséget, mert a bűn, mikor megközelíti az Új Szövetség, és arra próbál rámutatni a leveleken keresztül, hogy ez a bűn, az a bűn, ez miért nem jó, térjetek meg, hagyjátok ott. Nagyon érdekes, hogy minden esetben szinte az, hogy előtte azt mondja, hogy ti a Szent Szellem temploma vagy, paráznák, hogy te el vagy rejtve Krisztusban, ezért ne. Tehát, hogy mindig előtte pozícionál, az Új Szövetség minden esetben pozícionál, és utána azt mondja, levelekben minden esetben pozícionál. A gyülekezetekhez írt levelekben, és ugye elmondja mindig a pozitívumot, hogy... És utána... Hogy
Utána akkor megítélted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, stb. Igen. De egy panaszom van ellened. Tehát, hogy igen, ez nekem az a tapasztalatom, hogy a leginkább, legnagyobb hatásom mindig az volt rám, amikor az a szolgáló, aki tényleg lehet, hogy nem direktbe, de igen. Valahogy mégis az intés jött rajta keresztül, vagy a helyreállítás, inkább ezt mondanám, igen. Hogy a helyreállítás. Igen. Az intésnek a magyarban van egy pejoratív. Van egy olyan a görögben meg semmi. Olyan jelentést tartalma a görögben, hogy rendre utasítás. De ez, ugye ez magyarban megint nagyon ilyen sarkos. De igazából az, hogy térd vissza a rendhez, hát hogy te nem ilyen vagy. Szóval, hogy azok az emberek, azt látom, hogy egy olyan közeli kapcsolatban vannak Jézussal, tehát annyira át vannak itatódva a Szent Szellemmel, nem az erővel, ami ide-oda dobál csak egyszerűen, hanem a Szent Szellemnek azzal a szeretetével. Tehát van egy olyan bensőséges kapcsolatuk, hogy ez a szeretet rajtuk keresztül egyszerűen megérint. Tehát, és ez a szeretet, ez nem egy cinkos szeretet. Tehát nem az a cinkos szeretet, hogy jó, semmi baj, figyelj. Az intésnek, vagy nem is tudom, hogy ezt lehet-e intésnek nevezni, vagy ennek a fajta hamis szeretetnek az a megnyilvánulás, hogy figyelj, hát ez mással is előfordul, hát semmi gond. Hát ha tudnád még, hogy hányan küzdenek ezzel, ne is törődj vele. Tehát, hogy nyilván én is, ha gyerekemnek valami komoly problémája van, azzal ez engem sem fog vigasztalni, hogy ez másnak is problémája, nem csak az én gyerekemnek, hanem engem az vigasztalra tudok neki segíteni. Így van. És annyira lehet érezni, amikor az, aki szolgál, abban benne van, átjön a szolgálatán keresztül az, hogy ő ismeri az Urat. Hát nem egyszerűen az igét ismeri, hogy van egy hihetetlen nagy lexikális tudása, vagy tudja az erőt mozgatni, az erőt használni, és megtörténnek a csodák. Tehát amikor Jézus mondja, hogy majd jönnek hozzám, és mondják, hogy nem a te nevedben tettük ezt, vagy azt, és azt mondja, hogy hát soha nem ismertelek titeket. És itt ez a kulcs, hogy megvan ez az ismeret. Mert amikor valaki tényleg ismeri Jézust, azon nagyon átjön. Tehát egyszerűen minden megnyilvánulásából, a Jézusnak az a szeretete, ahogy viszonyult a bűnös nőhöz, ahogy ott sírt Jeruzsálem fölött, ahogy amikor keresztre feszítették, azt mondja, hogy hát atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ez a Jézus ott él bennünk. És ez akar rajtunk keresztül megnyilvánulni. Az együttérzésről csak egy gondolatot. Az együttérzés az azt jelenti, hogy szinte amikor látsz egy mondjuk egy bűnt, vagy egy bűnös cselekedetet, vagy egy olyan utat, ami akár a rosszba, a halálba is vezethet, nem az örök kárhozatba, de mondjuk a halálba is vezethet, akkor átéled személyesen, mondjuk maradjunk az apa és a gyerek viszonyban, akkor te átéled annak az egésznek a mélységét, de benned éled, magadba éled át, és szinte bele, te halsz bele először, mert átéled, amit ő még nem lát. És hogyha átéled, és egyszerűen az egész lényedben benne, és mindnyáján átértük apaként ezt, amikor tudtuk, hogy valami rossz történik, hogy szinte én halok bele, amikor ez megvan, ez az attitűd, na ezt nevezzük együttérzésnek, hogy nem fölülről leoktatom, hogy én, aki jó helyen vagyok, most elmondom neked, te kis hülye, hogy mit kéne csinálni, hanem én előtte szinte belehalok abba, amiről még nem is tudja, hogy az a halálnak az útja. És oda megyek, és megpróbálom ezzel a együttérző szeretettel, én ezt nevezem együttérző szeretetnek, akkor nem létezik, hogy az nem hatékony, és hogy az nem hat. Bocsánat, hogy megint hozzászólok, csak ugye utaltam arra, hogy volt egy ilyen ominózus élményem, amikor elmentem valakivel megosztani az életem nehéz időszakait, meg a problémáimat, és vagy ha úgy tetszik, egyfajta bűnvallás volt, és hát ugye az volt a számomra megdöbbentő, hogy nem csak én sírtam, hanem az is sírt, akinek mondtam. És azért az nagyon más, mint amikor valaki csak ott áll, és... Pontosan, így van. Jegyzetel, vagy hogy mondjam, a jegyzőkönyvet elkészíti. Memorizál. Igen, és ezen keresztül nekem annyira lejött az, hogy Jézus ilyen. Tehát, hogy ő nem dekára méri ezeket a dolgokat, hanem ő tényleg, ahogy az Ervin mondta, annyira azonosult a bűnös emberrel, a problémáival, és az a megdöbbentő, hogy azt mondja Pál, vagy az új, a, nem Pál mondja, de hogy már akkor szeretett minket, amikor még a bűneinkben voltunk. Tehát nem azért szeret bennünket, mert most már aztán marhára összeszedtük magunkat, és most már jók vagyunk, hanem úgy abban a bűnös állapotunkban ő szeret bennünket, és ő szeretett bennünket, és akkor már azonosult. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Szóval azt mondjátok, hogy önmagában az, hogy
az Istennek ez a minden értelmet és képzeletet felül haladó szeretetével ő közelít hozzánk, ez minket rábír arra, ha úgy tetszik, megint minket, hogy mi az életünket vele éljük, és ő vele hozzuk összhangba. Ugye ez a... Abszolút. Most ez egy teljesen más modell, mint ami a világban működik, mint ami az egyház egy jó részében ma is működik. Ez abból indul ki, hogy te Isten gyereke vagy, te benned az Istennek a szelleme él, te benned isteni természet van, az Isten téged szeret, a rajongásig szeret téged, és mi ezt a abban hiszünk, hogy ez a szeretet, és ebben a szeretetben való jobbítás, megjobbítás, intés, ez egy pillanatra sem kárhoztat, nem utasít el, teljesen elfogad, és ez képessé tesz arra, hogy helyreálljunk, hogy harmóniába kerüljünk, Istennel is, önmagunkkal is, és hát ez egy törekvés, nem mondhatjuk azt, hogy ezt mi elértük, meg csináljuk, meg még csak azt sem mondhatjuk, én magam semmiképpen, hogy jól csinálom, törekszem, különösen, amikor fölidegesítenek, meg amikor beszólnak, meg károztatnak, akkor az emberben följönnek a Szent Antal tüze, meg az óemberi indulatok, hogy az ember ne ebből az új teremtésből, hanem a régiből reagáljon, de nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ő nem kárhoztat, és szeretettel int minket. Egy gondolatot hagyd tegyek, a hatékonyság, csak tényleg nem akarva elvenni a zárszót tőled, hogy sokkal hatékonyabb ez, mindig ez a hatékonyabb, mert a szeretet mindig a legnagyobb hatalom és erő ebben az univerzumban. Tehát egyszerűen a hatékonysága annak, hogy valaki kőkeményen megintek, akár az igére, Istenre hivatkozva, az az esetek 90%-ában azt látom, hogy el fogja távolítani az Istentől, el fogja távolítani a gyülekezettől, el fogja távolítani a kapcsolatoktól, és erre nagyon sok példát látunk, hát ti hány ilyen sztorit meséltek, hogy az utcán találkoztok ilyen emberekkel, és ugyanakkor, amikor azt érzik, hogy nincsenek elkárhoztatva, és nincsenek agyonverve azért, amit csináltak, akkor sokkal inkább elkezd a Szent Szellem bennük hatékonyan, és azt mondja, hogy ezek az emberek miért szeretnek engem? Hát én egy tróger vagyok együtt. Nem is értem. Milyen alapon, stb. És elkezd az emberbe a Szent Szellem, és elkezdi meggyőzni azt az embert. És ennél nincs szebb. Ennél nincs csodálatosabb. Ez a kereszténység, ez a keresztény élet, és ez az Istennek a szeretete és szelleme. Ez hatékony. Csak már megemlítetted ezt az utcát, hogy itt tényleg mondhatnám, hogy könyörögve kérek mindenkit, hogy vannak, akik tudják, hogy mi hogy evangelizálunk például, hogy tényleg ezt a szeretetet próbáljuk az embereknek átadni, és annyi olyan beszólást kapunk, hogy hát milyen evangélium ez? Hát miért nem mentek oda, és mondjátok meg az embereknek, hogy ezt azonnal hagyják abba. Térjenek meg, mert pokolba. Igen, és nyilván el kell mondani nekik, hogy mi a realitás. De számon kérik rajtunk azt, hogy legyünk az emberekkel kegyetlenek. Hogy az embereket szembesítsük az utcán a bűneikkel, hogy olvassuk rá a fejükre, hogy ez rossz, az rossz, amaz rossz, és egyenesen azzal vagyunk meggyanúsítva, hogy hamis evangéliumot hirdetünk. De Ervin, ezt tudok csatlakozni, hogy a hatékonyságot az tényleg csak az Isten szeretete tudja elérni. Semmi más. Tehát nem hiszek másba. Annál engem nem tudott semmi más megváltoztatni. Tehát engem próbáltak ezerféleképpen, ütöttek, vágtak gyerekkoromba főként, mert egyszerűen kezelhetetlen voltam is, és botrányos volt, amiket csináltam, meg hogy viselkedtem, de hát egyszerűen az az igazság, hogy csak a szeretet tudott megváltoztatni, semmi más. Amen. Akkor ez a végszó. Jó, hát akkor lehet kérdezni, akinek kérdése van.